Ugye milyen ismerős dallamok? A melódia szerzője Kálmán Imre Siófok szülötte. A róla elnevezett Sétányon nyaranta üdülőhelyi vásári forgatagnyüzsög, de a vasútállomáshoz közeli, múzeummá alakított kis házba lépve úgy érezzük, az ott a béke szigete. István, a Kálmán emlékek őrzője szívesen kalauzol bennünket a csodagyerek, később világhírű zeneszerző személyes tárgyai között. Itt végezte az általános iskolát, és 10 éves korában fölkerült Budapestre gimnáziumba, és akkor határozta el, hogy szeretne kiváló zongoraművész lenni. Nem véletlenül, hiszen az édesanyja kitűnően zongorázott, és gyerekkorában, 3-4 éves korában már a zongorajátékát hallgatta, elbújva a zongora alá. Elvégezte a Zeneakadémiát, miután a jobb keze megbetegedett, tehát eltanácsolták attól, hogy zongoraművész legyen. Olyan évfolyam társa volt, mint Bartók Béla, egy évfolyammal alatta végzett Kodály Zoltán, és a Zeneakadémia elvégzés után először szimfóniákkal próbálkozott, abban nagy sikert nem ért el. Első kisebb sikerét 2 kuplé hozta, egyik Fedák Sári Szobalánya, a másik pedig az akkor divatos moziról szólt. Ezt egy kicsit szégyelte is, mert ő komoly zenére szakosodott volna. És ezután elment a könnyű műfaj irányába, és az első sikerét 1908-ban a Tatárjárás című operett bemutatása hozta meg, amit a budapesti bemutatón látott a bécsi operett színház igazgatója, azonnal megvásárolta ennek a bemutatási jogát, és Bécsben, majd Prágában is bemutatták, és elindult a nemzetközi siker felé. Az igazi sikert 1915-ben a Csárdás királynő című operett hozta meg számára, amit Bécsben mutattak be először. Bátran kijelenthetjük, hogy Moszkvában vagy Bécsben a mai napig legalább annyian ismerik a zeneszerző munkásságát, mint hazánkban. Kálmán Imre attól függetlenül, hogy nagyobb részt külföldön élt, alkotott, mindvégig magyarnak hallotta magát, és ezt szakemberek is elismerik, hogy nagyot alkotott azzal, hogy a operettjeiben a magyar népzene motivumait használta, de egy sajátos módon, tehát úgy harmonizálta meg, hogy az eredetihez hasonlított, de eredeti kottákat, taktusokat nem alkalmazott. Mégis úgy hozta az élet, hogy 1953-ban bekövetkezett halála után Bécsben helyezték örök nyugalomra. Emléktárgyait özvegye és gyermekei ajándékozták a múzeum számára. Bátran nézelődjenek a régi idők emlékét idéző kéziratok, fényképek és plakátok között, a múzeumzárást követően pedig látogassanak el a szomszédos parkban található Kálmán Imre szoborhoz is. Magukban még egy kicsit dúdolhatnak is a mester emlékére. Hát ha örömmel hallja, hogy még ma sem feledtük el őt.